megkezdődött hazánk legnagyobb tradíciójával rendelkező rally versenye. Az 57. Mecsek Rallyn az előttünk álló hétvégén az ORB, az ORC és a Nemzetközi Mitropa Kupa mezőnyében pontosan 60 páros méri össze az erejét. A feszültség tapintható, az előkészületek pedig valamennyi csapatnál a célegyenesben tartanak. Az aszfaltos futamon jól bevált és közkedvelt szakaszokat kell ismét meghódítani, ami önmagában is embert próbáló feladat. A meccsek azonban rejtélyes és kiszámíthatatlan, ami akár plusz nehézségeket is okozhat a versenyzőknek. A fő mezőnyt ezúttal is a Historic Európa-bajnokság párosai alkotják. A kontinentális sorozat negyedik állomása Pécs. Korábban kétszer Spanyolországban, egyszer pedig Csehországban randevúztak egymással az ikonikus autókkal induló egységek. Ifjabb Érdi Tibor természetesen szeretne jól szerepelni hazai körülmények között. Most végeztünk, az autó rendben van, tökéletes. 2 percet szálltam ki, még éppen összeszedtem magam. Felkészülten várjuk a versenyt. Én azt gondolom, hogy amit megtehettünk, azt megtettünk otthon az autóval. Mi a Pistivel, amit lehetett, megtettünk a pályabejáráson. A teszten fölkészültünk rendesen. Megmutatja majd a stopper, hogy milyen munkát végeztünk. Nem titkolt szándékunk versenyerni, azért jöttünk, hogy talán be tudunk állítani egy mesterhármast. Ez érdekes, mert az ellenfelek is elvárják tőlünk. Tehát Spanyolországban elmondták, hogy találkozunk a dobogó tetején. Ez megható. Az 57. Mecsek Rally 0. napján kelt életre a szervízpark. A délutáni és az esti órákban pedig a futam hivatalos tesztjét is megtartották. Az utolsó simításokat a Bakonyai Erdészház és a Golgota között végezték el a versenyzők. A futam előtt természetesen még mindenki optimista. Hát szerintem nem gondolnám, hogy mi vagyunk az esélyesek így aszfalton. Nyilván vannak újabb autók, meg újabb technikák. Nekem is a Murva jobban megy szerintem, de itthon vagyunk, ismerjük a pályákat, úgyhogy szerintem jól felkészültünk. Úgyhogy megpróbáljuk kihozni a legjobbat belőle. Igazából a mai tesztből egy ilyen autókázás lett, csak mert leszakadt az eső. Nem is hoztunk megfelelő gumikat már ide, úgyhogy kicsit így melegítünk, meg viszünk vendégeket, és majd holnap érésbe. Az 57. Mecsek Rally tehát komoly izgalmakat tartogat. 2 nap alatt összesen 12 gyorsasági, több mint 160 versenykilométer vár a mezőnyre. Az ORB2 és az ORB3 mezőnye pénteken reggel csatázik egymással. Rájuk összesen 5, illetve 4 gyorsasági vár. A legjobbakat és a célba érkezett párosokat pedig a szokásoknak megfelelően Pécsett a Széchenyi téren köszöntik majd. Annyival vagyunk másod, mint tavaly. Tavaly sikerült megnyerni az Ágrábot, idén másodikak lettünk, de sokkal erősebb mezőnybe, úgyhogy igazából ott teljesen elégedettek voltunk. Nagyon nehéz verseny volt. Hát most itt a héten elég vicces az időjárás, ami erre a tesztre is rányomja a bélyegét, mert annyira nem vizes, hogy legalábbis, hogy én menjek rajta a vizes gumival, ezekkel a közepesekkel meg úgy csúszkál, úgyhogy inkább csak annyit mentünk, hogy vittünk egy-két ismerőst, meg hogy működik-e az autó az átvizsgálás után. Hát ugye tavaly nem sikerült befejezni a Mecsek Rallyt, mert egy elég nagy baleset lett a vége. Ezt szeretnénk idén kiküszöbölni, és mindenképp a cél, és valami jó lendületesen menni.